Jó napot kívánok mindenkinek! Tóth Éva vagyok, a BMSZ Petrik Lajos szakgimnáziumának angoltanára, és arról szeretnék mesélni, hogy hogyan sikerült idén a digitális témahetet kivitelezni. Egy fél éves előkészítés már megelőzte, ezért nem is volt kérdés, hogy a digitális munkarendben is mindenképpen megvalósítjuk ezt a projektet. Maga a projekt arról szól, hogy fenntartható fejlődés témakörben valamilyen fogyatékkal élő embercsoport számára a diákok weboldalakat terveztek. Nagyon nagy kihívás jelentett, hogy pont amikor terveztük a témahetet, akkor történt ez a digitális munkarendre állás. A legnagyobb feladatunk az volt, hogy találjunk egy olyan felületet, ami támogatja a csapatmunkát, és ahol tudunk is a diákokkal találkozni, és végül is ez a Teams lett. Úgy tudtuk ezt megoldani, hogy a nap elején és a nap végén is tartottunk egy konferenciát a diákoknak, a végén pedig ők már annyira belejöttek, hogy akár 4-5 órás meetingeket is tartottak a nap folyamán a csoportmunka keretében. Annyiból volt nehéz, hogy egy ismeretlen telepre tévedtünk mi is, de szakmai kihívásként álltunk a dologhoz, és nagyon érdekes volt a diákok visszajelzéséből nézni, hogy mennyire örültek annak, még hogyha volt, aki ellenérzete is volt egy kicsit a projektalapú oktatásról, hogy mennyire kellett most ez, pláne ebben a koronavírusos időszakban, hogy nagyon jó volt nekik, hogy felvehették a kapcsolatot a többi diákkal, és együtt dolgozhattak. Úgy gondolom, hogy digitális munkarend ide vagy oda, a projektalapú oktatás az, ami alapvetően egy célt ad és nagyon előremutató dolog az oktatásban, hiszen igyekszünk minden törekvésünk az, hogy valós életet szimuláljuk, hogy csoportmunkában dolgozzanak, és hogy valami látható produktum szülessen. És úgy gondolom, hogy ez most különösen fontos volt, hiszen a diákoknak kicsit zavaró ez, hogy állandóan otthon vannak, és nehéz sokszor a feladatokra koncentrálni, vagy éppen pontosan elárasztjuk őket feladatokkal. Úgy gondolom, hogy a digitális témahét egy akkora feltöltődést adott mindenkinek, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, nem csak a diákoktól, hanem például a külső szakértőktől és az alvállalkozó cégünktől is, akik még online is támogattak minket, annak ellenére, hogy például a szakértők közül többüknek nem volt online tapasztalata, és külön öröm, hogy a generációkat is be tudtuk vonni, például volt egy ilyen feladat, hogy videót kellett készíteni arról, hogy milyen hatása van a koronavírus az életünkre most, és az egyik csapat a csapatvezető nagymamájával készítette, aki nagyon örült, mert kapott valami feladatot otthon, illetve ez egy óriási digitális kihívás volt neki is, hogy ilyen videóban kell szerepelnie. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerült egy óriási szintet ugrunk nekünk is, hogy 100%-ban online lett a témahét, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa lehet a többi iskola számára is, hogy ez teljes mértékben megvalósítható így a digitális munkarendben is.